Sziasztok, először is nem tudom kihagyni a beköszönést, úgyhogy vedd le a fejhallgatót, hogyha nem bírod, de mint az ősrobbanásnak ki kell robbannia belőlem a... Ne zörögjé, testvérem, hát mit csinálsz itt ebész azzal a kotlával, a Priusszal? Beköszönést! Jó reggel, Vietnám! Szevasztok gyerekek, üdv a csatornák, éppen jelentkezik a következő Farming Simulator 19, 1 millió... Jó lenne, mi? 1 millió... eurós kihívást tudnál neki örülni, de nem annyi. Nem annyi, elindul már. Be gyerekek, ezt a gépet nem szabad megállítani, öcsém. Mert ez ami olyan nehezen indul el, jaj, ne. Menj innen az Audival. Olyan nehezen indul el, hogy az őrület, gyerekek. Várjál, rá kell helyezkednem. Egyébként olyan hangos az a gép, nem hallom a saját gondolatomat. Dologra paraszt! Úgy van, nyomjad neki! Jó van, ugye lehúztam a végét, úgyhogy ezután úgy fogjuk csinálni... Gyerekek, ne haragudjatok, ezt el kellett küldenem, hát olyan hangos az a gép, megőrülsz. Ja, lehúztam a végét, szóval most már valószínűleg tök jó végig tudja csinálni. Oda nézzetek, hogy billeg ez a gép, fán, az beszarás, mennyire jól néz ki. Figyeld, várj, előfutok, ezt meg kell néznünk. Nagyon jó. Oké, srácok, akkor a következő van. Az MTZ-vel kellene vettetni, és gyakorlatilag megtrágyázott 50%. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyha itt valaki írta, hogy ennek várjatok, azt hadd nézzem már meg, hogy ennek a vetőgépnek elvileg nem is kellene. Nem kellene ennek a vetőgépnek. Hol van a vetőgép? Azért megőrülök, komolyan mondom, hol van a vetőgép? A vetőgépet mindig elvesztem a vetőgép. Itt van. Nem kell ennek, minek nem elég. Kultivátor. Ruszkió írja ki. Szerintem kell neki egyébként. Mert akkor azt kiírná, de oroszul meg nem tudok. Csak rosszul. Oroszul! Srácok, hadd menjen az ültetés. Gyorsan addig elindítom a melóst, úgyhogy utálni fogtok. Meg akarom nézni. Hoppa! Mit is ültetünk? Álljál meg! Igen, repcét. Repcét fogunk ültetni, mert meg kíváncsi vagyok, hogy mekkora pénzt fog jönni belőle. Figyeljetek, megtalálni az 100%, ezután így kell csinálni. Először le kell csapatni ezzel műtrágyával, utána mehet a következő gép kultivátorral, és akkor utána csinálhatjuk. Már csak a permetezés van hátra, úgyhogy a permetezést azt föl is fogjuk pakolni a gépet. Mert közben nem tudom, valamit ki kéne találni, hogy még mit kellene csinálnunk, gyerekek. Igen, megpróbáljuk a repcét. Valószínű, hogy végigpróbálgatjuk így, hogy melyiknek van a legjobb. Melyikből tudjuk a legnagyobb bevételt kihozni. Valószínűleg egyébként... Nem tudom, hogy melyiket. Igazából érdemes lenne végigpróbálgatni egyföldön az összeset, és akkor tényleg 100%-ig ki tudnád deríteni, hogy melyiket érdemes csinálni. Gyerekek, egyébként kultizhatnék máshol, várjatok, hisz van nekünk egy kultivátorunk. Egy csodálatos kultivátor. Úgyhogy közben dolgozhatnék én is a földön, és akkor mehetne a termelés. Például húzkodhatnám keresztbe le azt a részt, és akkor egyre kevesebbet kell neki dolgozni, gyerekek. Csináljuk, figyeljetek, 3 darab traktor dolgozik a földön, azért most már egy kicsit megindultunk, mint a tavaszi virágok, úgy érzem. Csapjuk neki. Várj, nem jó! Állj, nem jó! De jó, oké, de jó. Jó lesz. Oké, nyomjuk neki. Kultiválok keresztbe én meg addig. Meg a széleket lehúzom, és akkor azzal nem kell foglalkoznia. Meg ezt is le kellene itt az oldalán. Jó, csináljuk ezt, gyerekek, ez erre. Figyeljetek, pörögjönnek az események föl, mint az állat. Valószínűleg, hogy rá fogunk feküdni, hogy a következő földet is meg tudjuk venni. Hoppá. Gyerekek, úgy rúg, mint a disznó ez a gép, halljátok? Úgy rúg, mint a disznó. Oké. Mehetünk fölfele, várjál, mit csinál az? Oké, megfordul. Jó, mert így akkor nem kell, így mindenképpen lehúzza a szélét. A szélét érdemes lehúzni akkor nekünk, és akkor utána érdemes nekiállítani a gépet. És így valószínűleg az aratást is így kellene csinálnunk. Én úgy gondolom, hogy ez lesz nekünk a jó, ez lesz nekünk a frankó. Egyébként ma nem lesz sorskártya, ma megpróbálunk, várjátok, indítsak egy órát. Indíts egy órát, Keeper barátom. Na, megint elgondolkozó.
Oké. Okay. Ma nem lesz sorskártya, meg kellene termelnünk a szomszéd földre valót. Meglátjuk, meglátjuk a rapcéből mennyi pénz jön ki. Ugyan 40 ezer jött ki a kukoricából, igaz, hogy csak egyszer tágyázva, tehát annál, hogyha nem hozunk ki jóval többet, akkor a repcét el kell felejtenünk, srácok. Akkor nem jó. Appá, várjál. Na még mindig az a baj, olyan sokáig fordulnak egyébként ezek a gépek, a gépi segítő. Lehet, hogy gyorsabban megcsinálnánk mi helyette, de... De csinálja ő is csak nyugodtan. Egyébként tudom, hogy ezeket például ugye itt a szántást megcsinálhatnám addig, de úgy gondoltam, hogy ha megvan a kettő föld, akkor kitermeljük a másikról is a fát, nem lesz útba, összeszántjuk a kettőt, és akkor úgy mehet nekik a tovább a dolog. Jó, megy a vetőgép, nagyon tökéletes. Nem is tudom, mire nevezték azt a módot, azt a Grace, Grace vagy valamilyen, amit baloldal fönt írta, hogy hogy működnek a segítők, meg hogy mi van, mennyire tele, meg ilyesmi. Azt nem tudom, hogy működik FS 19-re. Jó lenne egyébként, azt például tudnám élni. Ebből meg egyébként fogy az üzemanyag. Most egy kicsit dolgozunk, úgyis valaki mondta még régebben, hogy nagyon nem dolgozott a gépekkel, hanem mindig csak munkással, de így ugye, hogyha van munkás, akkor három géppel dolgozunk egyszerre. Egyébként a legelső részektől már volt segítő használata, de figyeljetek, tök jó, hogy nem csináltunk bérmunkát. Annyira örülök neki, hogy ilyen könnyítéseket nem alkalmaztam magamnak. Jó van. Ugye a vetést is le kellett volna húzni keresztbe először, mert az valószínűleg ki fogja hagyni, de majd akkor a végén fogjuk lehúzni. Igazából tök mindegy, hogy mikor csinálod meg azt a részt. Csak meg kell csinálnom. Ja, a gyerekek, megy a földmunka, nagyon jó. Most akkor ugye mindenképp a következő földre fogunk törekedni, az legyen a projekt, hogy legyen még egy földünk. Próbáljunk meg szertenni még egy földre. Egyébként egy Simpsont kell vennem. Sokan írtátok a Simpson, de tényleg kell vennem egy Simpson, vagy valami nagyon gyors jármű, megnézzük, hogy melyik a leggyorsabb jármű. Hú, egyébként a permetezésre lassan megvertném a helikoptert. A helikopterrel tök gyorsan le tudnám rántani a permetezést. Ugye 40-valahány, 50 ezerbe kerül. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy olcsó, de igazából másról azt meg nem tudod használni. Nem tudom, hogy hígtrágyát tud-e, de ez lehet, hogy az se. Úgyhogy, de viszont azon nagyon gyorsan le tudnék permetezni. Nem tudom, a gépi munkást azt tudja használni a helikopter. Arra mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy a mesterséges intelligencia az elboldogul-e vele. Nagyon gyorsan. Jó, mert a kultiválást. Egyébként kellene vennem majd egy nagyobb gépet. Ha meg lesz mind a két föld, akkor már lehet, hogy arra fogom gyúrni, hogy meg a kristál helyett egy másik erőgépet, mondjuk egy 180-as rábát, vagy valami hasonló, egy 180-as rába jó lenne, egy IH tárcsával, és akkor kettő darab, a kultiválás igazából a leglassabb folyamat. Meg ugye az aratás, de az aratás közben tudsz mást is csinálni, meg ugye kell is, mivel kell hordani a szemet, meg ilyesmi, de a kultiválás az egy nagyon lassú folyamat. Arra kellene még egy gépet rendszeresíteni, egy igazi erőgépet, ugye? Valószínűleg egy rábas Tiger fog lenni, valamelyik rábas Tiger. Bár nem biztos, hogy rábas Tiger, lehet, hogy rába. Ugye ne felejtsük el, hogy ugye a rábas Tiger... A Tiger név az amerikai licensz miatt van benne. Ugye, mert gyakorlatilag a rába 250-es, rábas Tiger 250-es, az egy Steiger Cougar 2-esnek a licensze, csak ugye magyarok gyakorlatilag a rába 6 hengeres motort rakták bele, de igazából a kaszni meg minden az pontosan ugyanolyan, mint egy amerikai Cougar, azt hiszem, ugye? Cougar? Steiger Cougar, és azért van ugye a Steiger név benne a rába Steigerbe. De a későbbi rábas tigerek, rábák, azok már azokon már nincs feltüntetve. Vannak olyan, hogy látjátok, hogy vannak a rábas tigerek, meg vannak ugye a rábák. Megfigyeljétek, azt hiszem a rába 300-ason már nincs feltüntetve a Steiger név. Az újabb, amikor ugye 90-es években újra gyártották, elkezdték gyártani, gyártottak néhány
Steigert, vagy Schraubert, akkor ugye ott már nem szerepelt semmilyen körülmények között a Steiger név. Egyébként én láttam még olyan használati utasítást, kezelési könyvet 250-es lábos Steigerhez, ami gyakorlatilag a kezelési könyvön a Steiger QR 2-es név szerepelt, képzeljétek el. Tök érdekes szerintem ez is, hogy gyakorlatilag még a magyarok is használták azt a nevet a 250-es lábos Steigernél. Gyakorlatilag a használati utasításán még a Steiger Koguár 2-es név szerepelt. Jó, gyerekek, az a gond, az a szituáció, hogy ezt itt tovább kellene húzintanom. Igaz, hogy itt megvan már kultizva. Jó, gyerekek, azért lehet haladni nekünk is már, mint ugye a kicsi géppel. Hol van ezért vetőnk? Vetőnk meg dolgozzon ezerrel. Hát ugye most meg már ott tartunk, hogy még egy vető jó lenne. Mi ugye beszéltünk a GD-nek a vetőgépéről, ami tudnak napraforgót is például, meg kukoricát is. Érdekes, hogy krumplit is, ez egy kicsit ilyen bagos az a vető, lehet, hogy ezt el fogjuk engedni. Picit be van dőlve a traktorunk, hogy nem tudom, olyan furcsán. Ilyen lehet, hogy nem egyenes a talaj. Egyébként vannak ezen a mapon nagyon ilyen bimbes, dombos részek is. Ott ugye, amikor megveszünk egy géphez egy eszközt, például ugye 160 lóerő kell, kiszámolt a testvére. Ugye 160 lóerő kell például ennek a ruszki tárcsának, amelyik ugye azon a gépen van. És ugye 165 lóerős a gép. Ugye a T-150K. Szóval, ez igazából sík terepen mondhatni, hogy érvényesül ez a dolog. Tehát, hogyha majd lehetős terepen leszünk, akkor lehet, hogy kevés fog lenni, amikor emelkedőnek felfele húzza a gép ugye azt a tárcsát, vagy éppen az eszközt. Szóval ott már egy kicsit túlméretezett gépek kellenek, hogyha nagyon dibbes, dombos vidéken fogunk földet megmunkálni. Jó, hát ott az végig fogja húzingálni még, ugye azt úgy nagyon-nagyon gyorsan haladt, tök jó adat érzi. Ez ugye például ez a gép, a Kristál, az csak 11-el tudja húzni ezt a tárcsát, az meg ugye 15-tel húzza azt a nagyot, úgyhogy mi a franc történt? Én pedig azt hittem, hogy felvettem. Nyomtam véd, vagy nem tudom. Azt nézem, hogy itt még maradt egy kis tarló, ezt le kéne húznom. Milyen jó kis árnyék van itt. Ó, itt jó fordulni. Olyan kis hangulatos. Ja, ez a Kristál, ez nem, nincs a helyzet magaslatán annyira. Hát igen, azért, ja, ez egy békebeli gép. Meg egy univerzális traktor. Ugye ezeket a... Vannak ezek az univerzális traktorok például, mint az Ettore Kristál. Meg vannak ugye az olyanok, mint a Rába 250, amit igazából ilyen szántóföldi, nagy vonóerejű traktornak neveznek. Szóval azokkal ugye az univerzális traktorok között és a nagy vonóerejű szántóföldi földművelő gépek között ugye az a különbség, hogy ezért egy Rába Steigerrel nem vontott sportkocsit el a mondjuk a leadási pontig, a valóságba se. A Rába Steiger meg ezek a nagy vonóerejű traktorok inkább arra szolgálnak, hogy a szántóföldön lévő különböző munkavégzéseket csinálják vele. Az Ettore Kristállal ugye meg akár tudsz pótkocsit vontatni és el tudod vinni X helyre, különböző olyan eszközöket is tudsz használni, amik például TLT lehajtást igényelnek. Azt hiszem, hogy a Rába Steiger 250-esen például, ha jól emlékszem, azon, ugye, vagy a 300-osan, vagy már a 250-esen se, nincsen teljesítmény leadó tengely. Szóval teljesítmény leadó tengelyen meghajtott eszközöket nem képes működtetni. Ami azért nagyon érdekes. Várjátok, hol van a izénk? Ja, ott jön vissza. Szerintem az utolsó sort húzza ő. Az tök jó, tök jó. Lehúzza az utolsó sorját. Én úgy gondolom, hogy az utolsó sor, igen, tök jó. Ó, milyen szépen billeg, gyönyörű egyébként.
Nagyon jó a gép. Hú, ezt nem bántam meg azt a T-150K-t, ezt már érzem, hogy ez egy velős magja lesz az én telepemnek, TS telepemnek. Nézzük meg, hogy mi történik egyet. Egyébként látjátok, milyen lassan megy a gép? Elsüllyed ugye. Pultivel területen ez történik. Itt átmegyünk. Oké, gyerekek, nyomja neki szépen. A vetőgépünk. Megnézzük, mennyi cucc van benne. A T-150K meg szerintem be fogja fejezni a munkát most majd. Nem hiszem, hogy vissza fog fordulni. Jó, hát ez a kultivátor azért nem baj, hogy megmarad. És ezért mondtam azt, hogy valószínűleg, hogy így változtatunk egy kicsit a taktikán. Jó, mert átmegy oda. Oké, okay, nagyon jó. Át fog menni oda. Tökéletes, nézzük a vetőgép, hogy áll. Műtrágya. A műtrágya ki fog fogyni. Úgyhogy lehet, hogy fogunk venni egy kis műtrágyát a vetőnek. Ha egyszer itt van, ezt meg el is kellene vinnem tankolni is. De minden esetre vigyünk neki egy kis műtrágyát. Hogy ne kelljen abba adni a folyamatot neki, ne kelljen kijönnünk. Tök jó, szuper. És akkor ugye pörgethetünk az időbe egy kicsit majd. És akkor szépen... Nem tudom hány liter, hány literes volt, az nem volt túl nagy. Ó, beleröntsd! Testvérem, beleröntsd. Ebben a portkocsiban mindig bele akar önteni. Szerintem nem volt olyan túl nagy az a dolog. Jövünk fel egy három zsákot, azt meglátjuk mi a szitu. Egyébként ez a shelter, az teljesen használhatatlan, lehet, hogy ezt a sheltert eladok. Csak mondjuk abból meg pénz jön, azt... Nem mondjuk, hogy most már akkori pénzek bejönnek, hogy szerintem nem fog múlni bármi is. Úgyhogy elképzelhető, hogy... Fogom. Ezt a sheltert eladom, mert nem tetszik nekem az, hogy ott van, inkább oda is tudnánk gépeket pakolni. Az jön vissza, úgyis nézzük meg a T-150K, mit csinál. Jó, itt még elszenved. Az MTZ Franconvet. Jövünk akkor. A Szántóföldön nem nagyon szeretik ezek a kicsi traktorok, amit látjátok. A T-150K nagyon szépen boldogul, de viszont az Atom Crystal 10-zel tud húzni fotkocsit, ugye? Már kultival területen, a Szántotról ne is beszéljünk. Viszont a T-150K 15-tel húzza a tárcsát ezen a területen, úgyhogy nem mindegy. Jó, és itt meg lehúzza a véged is ő is. Várjatok. Na bazza, ne önts ki! Ne! Maradjál már, more! Oké. Okay. Remélem nem öntötte bele, mert talán nem. Próbálom nagyon gyorsan kikapni, mert ugye portkocsiba is beönti. Mi a jó MTZ hang, figyeld! Trik, 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 trik. MTZ-nek akkor van jó hangja, amikor padlózzák, meg kéri az energiát. Na jó, mehetsz tovább. Olyan gyönyörű az MTZ, oda né. Ravadt életű. Ezek ma azért meg vannak csinálva ezek a gépek. Jó, mehetünk is. Elég volt egy másfél zsák neki. Szerintem, most azon gondolkodok, hogy ez elég lesz, de valószínű, hogy elég. Minden esetre lehet, hogy ezt a pautot itt hagyom. Na, gyerekek, kultivált területen nem nagyon tud érvényesülni. Figyeljetek, hogy lerobom a ezért a zsákot ide. Be akar kiburulni belőle, remélem ide nem került bele a pótkocsiba, nem. Jó, azt itt hagyjuk. Földszélébe menjünk, mert különben retteltesen lassú a gép. Ugye a füves részen ott nem süllyed, itt tök jól megy.
Jó, hát a vetéssel akkor van, az kell, hogy vesse le. Hát az a baj, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig fog tartani a vetés még ő neki, az MTZ-nek. De szerintem maxon tudja húzni, hát lehet, hogy és azon gondolkodok, 150K gyorsabban tudná húzni ezt a vetőt? Valószínűleg nem, mert le van korlátozva maga a vetőgép. Hányad része van? Hát egy harmada van meg. Mindegy, a 150K-t is berántjuk, meg lehet, hogy eladom azt a Sheltert, mert ezek körülbelül semmi értelme nem volt ide raknom. Úgyhogy ez valószínűleg eladásra megy. Traktorja itt kiférek talán. Mert akkor ide is tudnék eszközöket rakni, még igazából oda parkolnék, aztán nem kellene itt minkorni. Igen, ezt eladom gyerekek, nekem az nagyon nem tetszik. Jó, tudom, nem tudom mennyibe kerül, biztos azt mondjátok, hogy ezen múl, de nagyon fogok nyerni. Mennyi? 7000-be kerül, jó? Úgyhogy... Úgyhogy legalább oda tudok parkolni mondjuk a traktorokkal, jó? 7000-et nyertem rajta, gondolom nem ezen fogjuk megváltani a világot, amikor már 40000-et keresünk egy földön. Oké, srácok, akkor a gépekkel át fogok parkolni ide, addig nyomja a vetőgép. Fölösleges volt az a sajtó. A kombájnnal beállunk legbelőre. A gépeknek nem volt igazából helye. Meg ugye jöhet a 1050K is, az is szerintem végzett. Aha, mondja végzett volna. Ezt nem szabad megállítani, mert most folyamatosan nyomom az előre gombot, de még mindig nem indult-e, még mindig nem indult-e, még mindig nem indult-e, még mindig nem indult-e. Ugye egy robbanó motor indítja magát a gépet. Hát ezzel nem kell a föld szélébe menni, gyerekek. Oda né. Ezzel nem kell a föld szélébe. De még ez is csak 23-mal, 22-vel tud menni itt. Látjátok? Ennyire megfogja a gépeket. Pedig ugye 160... ja, egyébként az MTZ-t azt fölpimpeltük, ugye. Az már nem is tudom mennyi, 100-ok lóerőre. Szóval tök jó. Figyeljetek, lemegyek a füves részre. Már is 31, ennyi jelent. Ezért érdemes az útokat használni. Tök jó, hogy ez a mod benne van, mert egy ilyen olyan plusz feature-t is rajt, hogy érdemes használni a modokat. Az utakat, milyen modokat? Most hirtelen belegondoltam, hogy mit csinálom. Egyébként itt valami, mint halagoltatna. Esküszöm. Nem? Nem látja? Remérzitek? Lehet, hogy a zsákokat összepakolom vagy valami. Ezt a fát nem fogom kivágni, itt ilyen tök jó kis hangulatos. Valami, mint hogyha ennyi lagoltatná itt a játékot. Tökéletes. Jó vagyunk. Nem tudom mi, erre nézek szerintem, nem. Egyébként gyanítom, hogy ez a 1050K. Nem akkor, amikor ezzel megyek, akkor van. Meg ha nagyon ránézek. De figyelj, itt nem. Így igen. Egy FPS drop van, hogyha a 1050K-ra nézünk. Nehogy az legyen, hogy a legjobb gépünk. Az így szivat minket. Megnézzük az MTZ-t. Látod, arra nézek, tök szépen fut. Látod, érzed? Nagyon enyhén, jó, oké, nem baj. Egyébként lehet, hogy ez a 1050K egy kicsit, nem az, hogy bugos, hanem valami miatt valami nem tökéletes vele, és emiatt lagoltak. Na gyerekek, a szituáció a következő. Lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy elkezdem beéríteni a területet, és akkor tudnák hozni egy permetezőt.
hogyha gyomosodna, ugye, mert most elvileg 100%-ig megtrágyázott, a gyommal van, lesz majd probléma. Úgyhogy enyhén pörgessük az időt, gyerekek. Mondjuk egy 60, egy 60-nal. Jó, az a 350k szerintem enyhén lagoltat. Mert ha nem nézek rá, akkor nincs baj, ha ránézek, akkor baj van, vagy pedig hazzal megyek. Nem tudom, hogy miért. Nem örülök neki. Nem ezt akartam, hanem a pármetezőt. Oda, rákikészülünk, mert valószínűleg elkezd nőni akkor a repce, és akkor ugye egyből is tudjuk permetezni, úgy van. Írtátok egyébként, hogy ugye jobb lenne olyan gép, amelyik ugye kigyomlál, gyomlálógép. Valahogy nekem az nem csülik a fogalom. Valahogy nekem reálisabbnak tűnik a... Hú, a 1050K-ra ránézem a bazala voltot. Ne szórakozzál, nagyon nem örülök neki, pedig a tényleg az egyik legjobb gépünk. Na, és akkor legyen gyomos, és akkor tudjam legyomtalanítani, mint az a lényeg. Akkor ezt meg is csinálnám szépen. Viszont lehet, hogy kéne mennem egy konna üzemanyagért, meg lehet, hogy kéne mennem. Egyébként tényleg kéne, erre a 1050K-ra nem tudsz ránézni. Lagoltat. Enyhén, de szerintem lehet, hogy itt észre se veszitek, én egy kicsit észreveszem. A járműveknél, az autóknál nem tudom, van biciklink is. Van izé, roncskocsi. Mondjuk olyan járművet is vehetnénk, ami gyors, és használhatom valamire, nem? Csak nagyon drágát nem akarok. Egy Simpson kellene volna, vagy valami ilyesmi, mert... meg izét kellene volna. Egyébként gondolkoztam, hogy veszek egy targoncát, de csak a bolthoz, és akkor az a tudok pakolni, akkor nem kell vinkornom vele, érted? Akkor nem kell, ott a boltnál lenne, és akkor mindig az a tudok pakolni. De ez most lehet, hogy azt mondjátok, hogy az fölösleges. De nekem az tök jó lenne, hogy a boltnál lenne mindig egy targoncám. Nem tudom. Hol van egyébként a Simpson dolog? És én nem látom, vagy miért nem látom? Volt a Simpson. Ez hol van? Se az autóknál nem volt, se az egyébnél nem volt. Akkor lehet, hogy itt van az egyébnél. Hát miért lenne itt? Itt van az egyébnél oda. Babetta. Mennyivel mennek ezek? 51-jel. MZ mennyivel? Egy 130-al. 72. MZ-k én a gyerekek azzal nagyon gyorsak lennénk. Mondjuk a Simpson az, hogy valahogy jobban. Hú, itt van a izé, 16. Ez egy jó gép. Mi a megint azt mondom, jó gép. Mert csomó mindent egyébként tudsz állítani is. Mi történt? Bérköltségek, jó, semmi gond. Ó, várjátok, közben rá kéne nézni a területre. Semmi gond, jó, működik minden. Pillanat. Valami kattogást hallottok egyébként, azt csinál a Simpsons Farbi 72-vel. Esett fel egy Enduro, esett fel egy B. Valami kattogást hallottok a ventilátor, amit ahogy jár lefel, remélem, hogy nem nagyon szűrődik bele. Én ezt mondtam, látod, itt a helikopter. Ez mi az a... ilyen vonalak. Mondjuk ezzel permetezni azért nagy fun lenne, nem? Azért nem rossz. És autentikus, nehogy azt mondjátok, hogy már helikopter, ez minden TS-ben volt. Ha nem is minden TS-ben, de ilyen körzetekben volt, és a TS-nél ugye a nagyföldeket, a termelőszövetkezetekben ezzel permetezték a nagyokat. És mindig ilyen vigasság volt, amikor megjelent ez a permetező helikopter, mert a traktorosoknak a gyerekeit gyakran vitte egy körre, de hát ez nagyon jó pilóták voltak szerintem. Ilyen nagyon alacsonyan húztak el mindig ugye a terület fölött, mivel ugye kellett, hát nem 300 méter magasan, hanem ilyen pár méter magasan kellett permetezni, és barom jó volt. Szerintem ez egy nagyon jól irányítható, meg hát nagyon jók voltak a pilótáik. 650 lóerő a gyerekek, elviszi a legnagyobb tárcsát is mi. Itt van a box toolbox egyébként, amivel lehet módosítani. Gondoltam rá egyébként, hogy vennék egy kaszát, és lekaszálnám a füvet is. Nem csak, hogy gondoltam rá, hanem más is írta, hogy azzal lehet, hogy keresnék egy kis pénzt. Egy hamster kellene, meg egy fűnyíró, és akkor össze tudnám kapni, és ha nem is keresnék pénzt, az félre össze tudnám gyűjteni. És azzal tudnék alakítani magamnak egy kis dolgot.
dolgot. Nyom 0%, még nem jelent meg sajnos a gyom. Nem, Nia, nem, ne, igen. Most azt akartam mondani, az a baj, hogy nem húzza ki teljesen. Hát így lehet, hogy visszaveszek a pörgetésből, mert mondjuk meg kellene várni, amíg ezt megcsinálja, mert le kellene ugye húzni a szélét is. Mert látod, hogy a széle nincs lehúzva. De ugye a föld... Bagos a föld, vagy pedig a gépek, de szerintem inkább a földek bagosak. Emiatt... Majd kell nekem dolgozni. Nagyon erősen gondolkozok egy izén. Egy kaszán. Hogy azt lehet, hogy érdemes lenne lekaszálni ezt a területet. Ugye ez nem izés, nem, nincs kultiválva, meg semmi, ez csak így van. De viszont ezért le tudnám kaszálni, és ebből lenne nekem fűvel. Meg kellene, ahhoz kellene egy hamster. Az a baj, hogy ez megint izé kellene. Pénzbe kerül, tudod? 16 ezer mondjuk egy ilyen, 5 ezer egy ilyen, nem egy olyan nagy kunst. Ez 7 ezer literes, ez meg 92 ezer literes, úristen. Bár ezzel forogni itt ezeken a földeken. Ez egy forgó zsámon, és hátul dupla kerekesed, ez borzalom lehet. Figyelj, 7000 literes. Azért ezzel össze lehetne kapni. Ez nem túl nagy, és ez egy nagyon tipikus. Az alapszín mennyibe kerül a változtatása? Semennyibe, ez tök jó. Mert igazából ilyen fosbarna szokott lenni, vagy az a, nem is ilyen, hanem ez a... Ilyen szokott lenni felénk mindig. Ez a tipikus, tudjátok, ez a vastartalmú alapozó festék szín. Mindent ezzel lekentek, azt jó van ez úgy. Csak az a lényeg, ne rozsdásodjon, azt a színt meg nem adtak neki. Kerékbeállítás, lehet dupla kerek, semmi értelme, ez jó. Ez nekem nagyon tetszik. Argomet. Jó. Tetszik. 5000 ráférítás lenne, 5600, meg ugye kellene egy kosza. Kassa. Meg esetleg ugye akkor kellene rendsodrók, hát se lenne egy utolsó számban, csak az a baj, itt már akkor változnak itt a dolgok elég rendesen. Ugye 14K-nak 500-ba kerül a idejé kosszája, de hát ez egy nagyon-nagyon szűk keresztmetszetű dolog lenne. Hát figyeljetek, lekosszáljunk. Mennyibe kerül ez? 1500 meg 5000. Figyeljetek, igazából nem lenne rossz, nem? Figyeljetek, befektetünk erre, kosszálunk közben, legyen egy kis plusz munkánk, és akkor kellene rakodókocsi. Rakodókocsira ugye a szalmát is össze tudjuk majd szedni, úgyhogy azért is jó lesz. Mert ez igen, ez egy kicsit frankóbb lenne, de ezen a kicsi területen jó lesz nekem ez a kicsi. És akkor ilyen, az a tipikus, mondjuk pirosban is gyönyörű. Ez a szín lesz, jó? Vásárlás, oké. Jó van gyerekek, tök jó. Most azon gondolkozok, hogy belső csatoróra nem tudnám rakni az MTZ-nek a faszát. Mert ha tudnám... Várjál már? Cserélünk mindjárt. Cserélünk egy Crystalt egy MTZ-re, és az MTZ-vel megyünk faszáért. Meg akkor meg is csinálom azt. Várjátok, egy pillantás. Ata. Kipör tovább gondolt a dolgot. Várjátok, húzzuk akkor le itt ezt. Ugye ezt a területet, ahol fordul és nem csinálja ő meg. Műtrágyát is kellene felvételezni, úgyhogy jó is, hogy eljöttünk. Jó, oké, nagyon jó. Mindjárt megtöltjük műtrágyával. Meg maggal is. Ez megint azt csinálja, hogy nem nagyon akarja egyébként tölteni csomószor. A magot tölts meg, légy szíves. Oké, vécé rajta meg írva vallod. Oké, gyerekek, meg vagyunk. És a Crystal át fogja venni ennek a szerepét. És akkor az MTZ-vel meg lehet, hogy kaszálni fogunk. Legyen valami munka még. Mert úgy látom, hogy még ez nem tökéletes nekem, ez nem tetszik még 100%-ig. Itt lehúzom ezt a földnek a szélét, és akkor ugye nem kell attól félni, hogy az nem lesz levedve. Repce, jó, repce menjen.
Egyébként ez nem sokára vége, szóval a kaszálásba bele tudok kezdeni. Közben pörgetem az időt, közben tudjuk permeteztetni. Jó, mi jó lesz ez? Nem tudom, az a baj, hogy ezt lehet, hogy nem tudom az MTZ-nek felrakni az elejére. Mert az így ugye ilyen oldalra fordulós cucc. És nem közvetlen alul, alatta fog nyírni, hanem oldalt. Szóval lehet, hogy lesznek problémák. Na jó, van itt még ezt levetjük, ezt a csikot, és akkor mehet tovább a srác. A másik végét is egyébként meg kell majd néznünk. És megnézzük akkor ennek a hozama, mi lesz ennek a földnek. Ugye repcéből, 40 ezer fölé, hogyha fölé tudom menni, akkor jó vagyunk, ha nem, akkor nem. Sajnos gépi munkással, bármennyire is nem szeretitek, kell dolgoztatni a keepernek, mert ugye egyre nagyobb földek lesznek. Természetesen nagyobb gépeket is kell venni meg, ugye, hogyha akarunk is valamit csinálni, akkor sajnos a gépi munkással kell dolgoztatni, mert akkor naponon keresztül vetünk majd. Amit gondolom azért lehet, hogy nem akartok. MTZ-vel szeretnék kaszálni, nem a krisztállal. MTZ megy a földre. Vagy a krisztál az megy a földre. Fejezze be a munkát. A vetést. Viszont krisztálban lehet, hogy kell hoznom üzemanyagot. Hű, gyerekek, van annyi baj. Dologra paraszt. Menj le még a maradékot. Jó, összeér. MTZ-vel meg akkor megyünk. Megyünk a kaszáért meg a hamsterért. Egyébként egy első homlok 3 pontos csatolót rakok az MTZ-re mindenképpen. Mert akkor ugye tudunk például súlyt is menni az elejére, hogyha hátul lesz egy olyan nagyobb függesztett eszköz, ami nagyon hátra röntené. Úgyhogy ez egy jó dolog lesz, meg van annyi pénzünk. Oké, gyerekek. Jó lesz, jó vagyunk, jó vagyunk. Egyébként most elég sok minden fut a háttérben nekem is. Töltök fel videót, konvertálok videót, lehet, hogy az is egyébként lagoltatja a játékomat. De érdekes, hogy leginkább akkor, amikor a 1050k-nak a közelébe héderezek. Figyeljetek, a hamster ugye az mindenképpen jó nekem. Szalmát is össze tudom szedni, hogyha esetleg nem bálázok. A füvet valószínűleg nem eladom, hanem bele fogunk kezdeni más állattartásba, akkor az jó lesz nekünk, ugye? Majd tudunk vele azt csinálni, amit akarunk. Ja, egy 3 pontos erre rakjunk, gyerekek. Azért nem vettem meg egyébként a laptopot, vagy azt a szerszámos lámát, mert nem olyan túl sokszor kell módosítani a járműveken, inkább. Na, nézzük a konfiguráció. Igen, itt a 3 pontosunk. Mennyibe kerül? 1500-ba. De ez nekem egy hasznos dolog lesz. Meg már abban is hasznos dolog lesz, hogy egy menettel el tudom vinni. El tudom vinni a kaszát meg a hamstert. Azért nem tudom, felétek neveztétek ezt hamsternek? Nálunk mindenki hamsternek nevezte, ugye hamster az hörcsög, gyakorlatilag gondolom onnan jön a... Onnan jön a név. És akkor így érted, el tudom vinni a kaszát. Már csak azért szerintem jó. Meg ugye odébb tudsz rakni dolgokat az elejével, szerintem ez egy hasznos dolog, hogy van az elején 3 pontos. Megmondom őszintén, én még nem láttam. Gyerekek, akkor már turbós az MTZ, a 3 pontos csatolók, már mindenünk is lesz rajt. Ó, van. Nem egy túl nagy hamster ez, de jó. Azért nevezték hamsternek felénk, gondolom, mert ugye a hörcsöget jelent a hamster, aztán ugye magába tömi ugye a különböző dolgokat. Ja, rendsodró is lenne jó, mert akkor ugye össze tudod gyűjteni jobban, de jössz plusz idő. Kaszálunk srácok, kaszálunk kapálunk. Nézzük meg mi a szitó. Ott megy a vető, jó van. Valószínűleg odébb kell rakni a végét, le kell húzni majd, kicsit rá kell segíteni, szintén ugyanúgy, mint a másik munkáknál, például a kultiválásnál. Na gyerekek, levágjuk a fűjét. Legyen egy kis, még egy plusz munka. Meg egyébként elég sokan írtátok, hogy jó lenne levágni a füvet, mert miért ne. Pörgetni az időbe csak amikor végeztünk a vetéssel, ugye akkor tudok. Igazából akkor lesz értelme. Na várjátok, most a hamstert azt itt lecsatlakoztatom.
Igazából az elején is lehetne a... az eszköz. Nem tudom, frankon, nem? Elég érdekes, hogy az elején van. Na, ezt kipróbáljuk. Miért az elején nagyon-nagyon tré lenne? Szerintem az elején még jobban tudnám irányítani, nézzük meg. Fölveszem. Mert ezt... be kéne ide állnom. És akkor így kezdeni. Lehet, hogy a legszélét nem kellene legvágnom, egy kicsit hagyni, már csak azért. Hát lehet, hogy a hátulja, de akkor meg másik oldalról kell kezdenem. Jó, rakjuk ide. Lehet, hogy hagyok egy picit, ne lepődjetek meg, hogy ne legyen az, hogy a hamsterre olyan nagyon be kell mennem, jó? De most egyelőre akkor nem teljesen a kerítésig, épp hogy egy kerítést elhagyunk egy ilyen métert. Figyeljetek, lenne még egy a hátuljára, akkor meg a, még egy csikot húzna. Azt nem tudom, a TLT hogy van megoldva a három pontosnál ilyenkor az MTZ-n. Hogy gyárilag gondolom van egy ilyen, mert különben nem lenne benne a játékban. Általában azért elég reálisak ezek a modok. Nagyszerű, egyébként tök jó, hogy az elejére rakja. Mert azért itt tök frankon el lehet izélni, navigálni vele. Komolyan mondom, ez nekem tetszik, hogy itt az elején van. Ugye tök jó el tudod fordítani oda vézé. Ugye hátulján lenne, akkor ez sok kellemetlenebb lenne. Bár lehet, hogy nem olyan reális, úgyhogy majd meg fogtok orrolni érte. Ugye kitekered a kereket, szépen elfordul az elejével. Hátulján lenne, most akkor eléggé szívás lenne. Nyomjuk neki, gyerekek. Ja, egy kicsit a kerítés mellett hagyok el, hogy a hamster szépen férjen el. Ugye ránézünk a vetőre, mit csinál a vető? Még megy. Jó, az vesse, ugye azt tudja a gép csinálni, ezt meg nagyon nem. Ezt csinálom én. Na, jó ötlet volt egyébként, ezt ti javasoltátok, már elég régóta mondogattátok, hogy miért nem kaszálnom le ezt a részt? Lenne belőle free fű. Még egy kis pénzt tudok vele keresni, ha esetleg akarok. Meg ugye mivel ez a fű az ugye az az egyetlen olyan dolog, amit nem kell újra ültetni, mert újra nő. Tehát nem kell újra vetned. Nem kell kultiznod, meg mindent csinálnod, hanem elvetetted egyszer, akkor az mindig újra fog nőni. Ez egy jó dolog. Egy hasznos. Na gyerekek, még egy adag. A kristálból nem, hogy kifogjon az üzemanyag. Még valamit mocorog. Akkor el kell menni egy kanna üzemanyagért. Ugye tudok venni kannába. Ben van az a mod is természetesen, hogy tudsz kanna üzemanyagot is venni. Szerintem az egy tök hasznos, meg tök valós is. Meg ugye vannak olyan sorskártyák, hogy mit tudom én, elfogy az üzemanyag, akkor ne az legyen, hogy úgyhogy újra kell vontatni a gépet. Úgy gyerekek, ez nagyon jó. Jó az elejére ez a dolog. Ilyen ilyen trampon nyomod. Simán el tudsz fordulni, oda né? Egy-kettőt ott hagyod, hát ott rohadjon meg gyerekek. Egyébként mivel ez nem saját ültetés, nem saját vetési fű, ez nem gyomosodik, az jó benne, hanem ez ilyen gyárilag a mapon volt. Mivel ugye, hogyha te veted, akkor ugyanúgy a fű is tud gyomosodni. Érdekes, de a fű is tud gyomosodni. Így meg ugye nem. Ez hasznos. Még mindig megy a izé, még mindig megy a vető. És utána ugye pörgetünk az időbe. Gyerekek, tök jó. Ebben a részben elég jól haladunk. Meg megint kitaláltunk egy új ötletet veletek együtt, ugye. Most kaszálunk. Szerintem lesz, ugye? Mondjuk az agyalok lehet, hogy el is fogom adni, megmondom őszintén. Lehet, hogy azt fogom, hogy a hamsterre elviszem eladásra. 5000 liter,
Figyeljetek, nem olyan sok, nem tudom mennyibe kerül. Megnézzük mennyibe kerül, de lehet, hogy össze kellene gyűjteni. Nagyon-nagyon örülök, hogy mit lehetne. Vagy lehet, hogy bunkersilót kellene építenem és összegyűjtenem? Az is egy megoldás lenne, sváncok. És azt utána eladni? Nem tudom, gyerekek. Lehet, hogy azt kellene csinálnom, nem? Annak megnézzük, mennyi az ára. Meg hát az mondjuk állatoknak is jó lenne. Fú, nagyon gondolkozok egy csomó mindenen, hogy mit lehetne. Mert ugye ez egy ingyen dolog nekem. Csak a ráfordított időbe kerül, semmi többen. Bár azért el lehet vele venni egy darabig. Viszont ugye nagyobb kaszám lenne, akkor nem ilyen töki sokáig tartana, meg akkor nem ennyi sort húzna. Hamsterrel is ugye könnyebben összekapott, de hát ez egy ilyen 6000-be került nekem ez a móka. Még mindig vet a gép. Addig nem veszük át a parancsnokságot fölötte, ameddig még szenved, küzd. És pocok. Egyébként micsoda gazdaságot képítünk már ki, most nézzétek meg. Oké, hogy jó sorskártyákat is pusztunk, de azért már kezdünk alakulni. Mindenképp a következő földre gyűjtök. Szeretném összeszántani. És akkor ugye még több pénzt tudnánk termelni egy-egy vetésforgóval. Akkor a következő földdel együtt, tehát ilyen 80 ezreket, egy vetésforgóval 80 ezreket kiszednék, tehát akkor egy vetéssel megvehetnéd már a következő földet. Ugye a következő földet hozzácsapnánk, az még nagyobb. Ha még nagyobbak lennénk, akkor már ilyen 100 akárhány ezreket ki tudnál szedni egy vetésforgóval. És akkor ugye még a földet meg tudnál venni, és akkor így egyre nagyobbak lennénk, és ugye viszont tényleg kellenek nagyobb gépek. Valószínűleg, hogy rábákat fogunk venni, azok az elég autentikusak, meg kirovecseket. És ott a tök jó el fogunk lenni. Én érzem, hogy jó lesz. A 1050k remélem, hogy nem bagoltat, mert kicsit gyanús nekem, hogy ennyire lagdul. Lehet, hogy tényleg észre se veszitek ezt az FPS dropot, de azért én észreveszem. Egyébként azt szoktam mesélni a fater, hogy amikor ki szokott menni kaszálni ezzel a kaszával, ilyennel, ugye ezzel a, nem tudom, dobos kaszának szokta nevezni akkoriban, nem tudom, hogy miért, ezzel a kaszával, akkor mondtam, hogy mindig az volt, hogy utána anyámnak vitte haza a fácánokat, amelyiknek nem volt lába. Hát ez elég morbid, tényleg. De ugye benne a fűben a fácán tök nem veszi észre, átment rajta, és akkor szegény olyan fácánokat kapkodott össze, és utána fácánláva is volt otthon, aminek a lábai nem voltak meg szegénynek, nem. Hát ez kellemetlen. Még mindig küzd, és érdekes, hogy viszont elakadni, oké, hogy mi a hülyeségeket csinál a gépi munkás, sokáig forgolódik a földön, vagy ilyesmi, de elakadni nem akadt el egyszer se, pedig ott van ilyen checkmed, a végében is ott van egy checkmed, és nem. De szerintem a üzemanyag az már tényleg az utolsókat rúghatja. Gyereket, csináljunk ide a végében egy bunkár silót? Mert ugye van hozzá modom, meg van igazán egy csomó mod, amivel tudnék. Van egész belerakható bunkár siló, és meg kéne nézni, össze kéne szedni, és akkor lehet, hogy be kéne termelni bunkár silóba a füvet. És folyamatosan, ahogy kaszálnám, akkor mindig pakolnám be. Mert ugye elég gyorsan visszanő ez is. Mi a? Hol vannak a fácálom, gyerekek? Hol vannak a fácálom? Ez jó, mert 19-szer tud futni ezzel a passzával. Passzol elég gyorsan működik. Ott meg már lassan tényleg végeznie kell, nem hiszem, ahogy nem végez. Ma pörgetnék az időben, de még át kell rakni idébb is. Na ugye, hogy biztos, hogy nem csináltam meg azt a sarkot. Nagyon kíváncsi vagyok a repce az milyen hozamot fog nekünk produkálni. A következő az földvétel lesz, és utána megint gépeket, géppark növelés, mert ugye akkor már dupla annyi ideig tart felkultizni, úgyhogy valószínű, hogy össze fogunk kapni egy, mondjuk egy rábára, vagy egy kilovecre, de inkább a rábára.
100 000 körül. Igaz, hogy drága, de utána azért azzal lehet. És IH tárcsa be lesz modolva, és akkor egy nagy IH-t el fog az rángatni. Meg utána kombányt is egyébként kellene venni. Lehet, hogy veszünk még egy dont. És akkor kettő donna. Meg utána most már lassan kell terrautó is. Mert nem érdemes hordani izével. Nem érdemes traktorral hordani. Gyerekek, paza. Egész jó időben is vagyunk. Ha megfigyelitek, vissza kell tolatnom. Már itt olyan kicsi hívbe kell fordulni, hogy... Egyébként a felét már bőven lekaszáltuk, mert a két oldalt az biztos, hogy már szélesebb, mint ami középen van, úgyhogy mindjárt meg vagyunk. Ez meg nem hiszem, hogy még nem végez. Valószínű bunkersülóba fogjuk betermelni ezt, gyerekek. Szerintem az lesz a legjobb neki. Vagy bebálázni. Ugye van olyan, hogy be tudjuk bálázni is. És az is lehet, hogy tök sokat ér. Ezeket egyébként annyira nem csináltam a farming szimulátorból, hogy tök kiestek ezek a dolgok. Na, jó, gyerekek, kell vagyunk. Ez egy terület, ez baromi nagy. Ez egyébként 28 ezeret, azt annyira megéri, aki úgy, szintén úgy játszik, hogy ilyen autentikusan ezen a mapon, hogy nem több százezer euróval kezd, mert egyébként amúgy több százezer euróval kezdesz. Akkor, hogy spórolósan, ügyesen akarsz játszani, ezt a területet érdemes megvenni, mert ez 28 ezerért, ez nagyon megéri. Ezt még ha felszántanánk, akkor is egy elég nagy terület lenne, de nem akarom felszántani. Úgy, és ilyenkor visszatolatás. Nem, egyre kisebb ívbe kell fordulni, és nem tud elfordulni. Gyerekek, azért itt van meló. Van meló. Jó lenne kisúzni egy olyan sorskártyát, hogy... Jó lenne olyan sorskártyát kiúzni, hogy jöhetnek a segítők. Tudnék nekik munkát adni most már bőven mi. Most már jöhetne ilyen 3-4 is, szerintem. Munkás segíteni. Jaj! Jó van, ott maradnak ilyen fűcsomók, nem éri meg visszatolatni, úgyhogy azért van ám az, hogy inkább ott szoktam hagyni. Gyerekek, mit csinál? Mit csinál ő? Jó, jaj. Végzett, nem? Szerintem végzett. Mondhatni, hogy végzett. A végén, itt azért belekeveredett a dolgokba. De a végét le kéne húzni, ugye ott nincs el. Egyébként egész jól elvetette most. Nézd oda, ott van egy kis hiba. Itt van egy kis hiba. De nincs is. Maga nincs hiba. Nem, az nincs hiba, az jó, ez el van vedve. Oké, srácok, átmegyünk a túloldalra. Ott még valószínűleg nincs elvedve, és akkor kíváncsian várjuk, hogy a repce az mekkora nagy pénzt fog nekünk hozni. 100% trágyázással. Ugye gyomírtás is lesz, úgyhogy gyom se lesz. Kíváncsi vagyok. Szerintem én egy ilyen 50 000 pénzbe gondolkozok. És ha 50 ezer pénzünk kb. Meg lenne, akkor szinte meg is lennénk a következő földet. Meg is lenne az. Ezt meg ugyanúgy még... Na igen, barátom. Ezt meg itt gépi munkás, még itt megpróbálja elvetni. Lassan ki fog fogyni az üzemanyag tényleg. De mindegy, dolgozzon csak. Ha kifogy az üzemanyag, átrakjuk az MTZ-re a vetőt, és akkor elugrunk majd egy kanna benzinére, nem tudom, egy biciklit vagy valamit azért tényleg vettem volna. Gyerekek, Simpsont akartunk menni, a Simpson helyén vettünk kaszálót gépet. Dobos kasza, nem tudom, felénk ezt mindig azt hiszem, hogy dobos kaszának nevezték. A Kemper kasza az melyik? Mert minden Kemper kaszát azt mindig annyira emlegették Kemper kasza, de valószínűleg az inkább egy márka.
csomó olyan dolog van ugye, amikor egy ilyen márkát, márka átveszi egy bizonyos eszköznek a nevét, hiába más márka, ugye például ilyen stílfűrész, nagyon sok ismerősöm stílfűrésznek nevezi az összes láncfűrészt, persze ugye aztán nem stílfűrészek, hanem más márkájút is, mondjuk egy Husqvarnát, vagy pedig egy akármi alkót, azt is tűfűrésznek nevezik. A Flex is ilyen, ugye Flexnek nevezük az összes sarokköszörűt, mert régebben volt. Mindjárt mesélek egy sztorit. Ugye régebben volt a Flex márkájuk sarokköszörű, és akkor Flex, ugye leginkább az volt elterjedve, és akkor van Flexer pohár. Az ilyen, képzeljétek, a steklámpa. Steklámpa. A steklámpa az ugye az ilyen munkalámpa, ami ilyen kocsiknál így felakasztott műhelybe, tudjátok, az ilyen mozgatható lámpa. És az volt a durva, amikor dolgoztam az egyik munkájában, akkor volt nekem egy ilyen, kellett lenni nekünk egy ilyen zseblámpának, amit ott adták a cégnél. És nézem, és mi volt a márkája? Steck. Steck márkájú lámpám volt. Steck, úgy írták. És mondom, az akkor azért nevezik Steck lámpának, mert az a márkája. Egy márka, egy lámpagyártó cég, a Steck. És gondolom akkor régen is volt ez a cég, és az összes ilyen felakasztható lámpát, vagy nagy részét, a Steck márkájú volt. És rá volt írva, hogy Steck. És gondolom akkor ezért elkezdték nevezni, hogy Steck lámpának azt a lámpatípust, és rajta ragadt az ilyen felakasztható munkalámpa, amit itt tud cipelni, az Steck lámpa. És ma az, én ezt egész végig nem is tudtam, meg szerintem sokan nem is tudják, és rákeresően van olyan lámpagyártó cég, hogy Steck. Ez nagyon durva. Én ezt nem tudtam, és akkor esett le saját magamnak, tényleg nem az interneten néztem utána, hanem így nézem a lámpámat, forgatom, rá van írva márkája Steck. Úristen, tök durva volt, tök ilyen, tök így akkor belém illat, hogy azt hiszem még Instára egy kis posztoltam, hogy úristen gyerekek, hát akkor ez is Steck lámpa, mert volt egy ilyen, van egy ilyen lámpagyártó cég. Például nem is tudom, ki mesélte, Bandi mesélte az egyik kommentben múltkor, hogy ő mesélte, hogy ő náluk a traktornak a szinonimája a Zetor volt, vagy pedig annyi Zetor volt, hogy ő sokáig azt hitte, hogy a Zetor az traktor. Egyébként én is így voltam ezzel, annyira mondták, hogy Zetor. Zetor, én is azt gondoltam, hogy a Zetor az traktor. Aztán közben meg nem. Mert a Zetor az egy márka. Szerintem sokan vagytok így, meg főleg gyerekkorban sokat hallottátok ezeket a márkaneveket, és így belétek ivódott, hogy az biztos valamilyen eszköz, de nem, hanem az csak egy márkanév. És azon gondolkozok, hogy milyen van. Milyen van mostanában? De biztos mostanában is van ilyen. Mert lassan összeérünk. Ja, a nagyobb gépeket kell venni, hogy azért pörgősek maradjunk. Nem szabad azt elérnünk, hogy nagyon lassúak legyenek a részek, belassuljanak. Mert egy óra mindenképpen, de viszont ugye minél nagyobb földünk van, annál tovább tart a megmunkálása ezeknek a nagy földeknek. Ezért ki kell váltanunk nagyobb gépekre a kisebb gépeinket, mert különben nagyon be fogunk lassulni. És gyakorlatilag ugyanannyi időt keressük meg azt a pénzt, mint a kis földeken, csak mit tudom én, sokkal tovább tart rajta. Érted, hogy mire gondolom? Hogy nem lépünk előre a sebességbe. Jó, a gyerekek, ezt már lekaszálom mindenképpen ebbe a részbe. Valószínűleg meg lesz a vetés is, és a következő részben mindenképpen meg lesz az aratás is. Ezzel meg nem tudom, elgondolkozok, majd következő részbe mindenképpen lesz sorskártyahúzás. Az viszont nagyba befolyásolja, hogy mi fog történni, vagy mit fogunk elérni. Szóval az mindig azért egy ilyen fordulatot belevisz az egészbe. Akarok nagy gépeket, egy csomó olyan terveim vannak, vagyis olyan motivációkat adnak ezek a dolgok, hogy nagy gépeink legyenek, meg hogy termeljünk.
Egy idő után szerintem többlet pénzt is fogok termelni, és már előre tudom, hogy mit fogok a többlet pénzzel csinálni. Az 1 milliárd eurót el kell érnünk valahogy, és valószínűleg, hogy ezekkel a föld aratás meg ilyesmikkel nem biztos, hogy ezzel nagyon gyorsan el fogjuk érni, úgyhogy más dolgokat is el kell kezdeni, például nagyba kellene csinálnunk az állattenyésztést, ami meg olyan dolgokat, amik pénzt hoznának a konyhára, miközben mi földet művelünk. Na srácok, na mindjárt megvagyunk oda nézni. Ó, de jó. Ó, de finom. Lesz hurka, ugye, az asztalon. Bazeg. Hát igen, ide kellene ugye a rendsodró. Mert akkor... könnyebb lenne összeszedni. Csak az az igazság, amire végig csektegek a rendsodróval, akkor annyira alatt végig össze is szedem szinte. Tehát szerintem rendsodróznék, és utána összeszedném, az kb. Ugyanannyi ideig lenne, mint hogyha csak összeszedem. Így, ahogy van. Úgyhogy ez lehet, hogy nem lenne nagy biznisz. Viszont így az elején elejére ragva ez a kassa, ez nem rossz. Ha lenne még a hátulján is egy, akkor még jobb lenne, még hatékonyabbak lennénk. Jó, hát néhány fűcsomó maradt, szerintem a valóságban is szokott maradni. Ilyenkor egyébként fölveszem el, amikor így megyek. Szóval nincs mindig len, csak azt nem mondom. Most például rakom le. Úgy. Most veszem föl. Nagyon jó meg van csinálva, nézd meg, ott megy a lehajtás. Baró jó. Jaj, de jó. Oké, srácok. Meg is vagyunk. Milyen jó. Még pörögnek egy kicsit. Na, srácok. Benyújtjuk előre. Még így azért közúton közlekedni. A rendőr az azt mondaná, hogy ezt többet nem csinálja, hogyha így meglátna szerintem. Oké, kassa megvolt. Mi a vetővel a gond? Kifogyott az üzemanyag? Nem, még van benne vaza. Akkor miért nem dolgozott testvérem az úrba? Akkor nyomjuk neki. Jajajaj, várjál, ja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 j
Az a baja. Elfogyott a műtrágya, Dick. Várjál, állítsuk meg a motort, mert bajok lesznek, Dick. Itt hagytam a műtrágyát, ugye? Jól emlékszem rá. Aztán nincs műtrágya benne? Jó, gyerekek. Mire tettem műtrágyát? Kettő zsákkal. Kéne elcsöm a kezemben, mert akkor baj lesz. Az egyik mapon, ruszki mapon volt olyan, hogy rendelhetté permetezést. Az tök jó volt, és rendesen eljött a repülőgép, és akkor le is permetezett, azt bírtam. Na. Engedd bele. Na. Jó. Ez már szerintem elég lesz neki. Jó, ott nem volt embernek izé. Milyen okos, hogy megáll. Örülünk neked. Jó, hát ezt már megcsinálom én, mert már ne legyen itt olyan tökör része is. Jó, egy pillanat művelet lesz, mert én gyorsabban fordulok, mint ő. Kettő húzás és kész is vagyunk. Elvileg el van vedve az egész szépen ügyesen. És akkor a következő részben csonskártya húzás. Szerintem az aratásba is bele fogunk fogni, sőt lehet, hogy meg is fogjuk csinálni. Egyébként szívesen mennék még egy kombány, de hát lehet, hogy inkább nem.
De a következő rész biztos vagyok benne, hogy izgalmas lesz minden szempontból, többek között azért, hogyha olyan 50 ezeret elérnénk, akkor meg tudnánk venni a szomszéd földet. Úristen, gyerekek, az nagyon beteg lenne, hallod? Viszont ilyen gépeladásokban nem gondolkozok, ha csak nem hibás egy gép, meg úgyhogy valószínűleg azért fogunk eladni a gépet, szóval ne ijedjetek meg, ha lesz gépeladás, de olyan gépeladás, hogy most kell 30 ezer, aztán akkor jaj, adjunk el gyorsan valamit, az valószínűleg nem lesz ilyen belekapkodások, jó? Ne ijedjetek meg. Ez meg ki ne fogjon addig, amíg végzek ezzel a földre, utána majd elmegyünk bele tankolni, vagy hozunk pannába. De már nem sok van vissza, úgyhogy menjen. Itt egy kicsit vannak hibák. De szerintem az összemat... hát lehet, hogy nincsen, érdekes. Érdekesen csinálta meg. Miért hagyott ilyen csíkokat? Mindjárt ránézzünk térképen, hogy ez hogy is sikerült. Hoppá, kifogyott megint el. Ja, mert abban a zsákban csak kevés volt. Ugye volt egy fél zsákunk is. A testvérem az úrba, hogy nem raktam bele akkor, amikor ide eljöttem. Nem is figyeltem. Hol vagy? Hol vagy zsák? Zsákfos. Várja. Nem mondod, hogy megint eltűnt egy zsák. Szerintem megint eltűnt egy zsák. Ne! Nem komolyan mondom. Nehogy már szerencséd legyen, érted. Volt itt még egy zsák, az a fa. Gyerekek, eltűnt megint a zsák. Komolyan. Ezek a zsákos cuccok egyébként nagyon szarok. Ijetek egy zsákot oda. Hátamon viszem a zsákot, gyerekek. Vállamon. De sok van itt a gazdasággal. De nem is álma, hogy ez a fél zsák tűnt volna, hanem a másik, persze. Hogy megrúg az első kerék, Dick? Kéri az energit. Öcsém! Kikapcsolt a izé? Ó, bazze! De mi? Kikapcsolt a vető? Én nem kapcsoltam ki, vagy kiszálltam aztán, akkor kikapcsol. Ó, te fiú! Gyerekek, itt a végén már izé van, szenvedés van. Gyorsan emelt föl. Egyébként itt sincs elverve, úgyhogy ezen is lehet, hogy gyorsan végigfutok. Hát gyorsan, amilyen gyorsan tud. Miért hagyott az ilyen csíkok a gyerekek? Miért hagyott? Gyorsan végigmegyek. Egyébként a vetésem már nem szenved annyira. Ugye a kultivált területen szenvedett, a kereket próbáljuk meg nem azon tartani. Ja, itt szépen elhagyott egy ilyen baró hosszú csikot. Nem örül neki a keeper. Ugye ez megvan? El van? Egyébként olyan, mintha el lenne. Lehet, hogy inkább a izé hiányzik róla, a trágyázás. Mert a térképen meg tudnám nézni, azt akkor nem lenne ilyen probléma. Nem növekedés, hanem erre vagyunk kíváncsiak. Ezt kikapcsoljuk, ez nem érdekel minket. Megtrágyázott, látod, végig van. Aha, itt nincs trágyázva, itt, oké. Okay. Termény típusok. El van bedve, bazza, nincs itt, látod? Az csak akkor ilyen grafikai akármicsoda akar lenni. Akkor az meg van csinálva, el van vedve. Bérköltségeket levonta, ugye mindig egész szórakort bonja le. Látjátok, akkor itt ez a csikok, amik vannak, azok meg vannak csinálva. Csak úgy tűnik, tök jó, hogy úgy tűnik, akkor már csinálhatná jól is. Itt lehet állni fönn, ugye. Van egy ilyen korlát, meg ilyen. Régen egyébként gyerekkoromban is már mindenhol álltam, bazza, ilyen a vonórudon, meg mindenhol utaztam traktoron. Hát a mai gyerekeket szerintem tök nem engednék meg neki. Itt szoktam utazni hátul, rá szoktam állni a portkocsinak a vonórudjára. Aztán ott szoktam kapaszkodni, azt ott szoktam közlekedni. Hát a mai világban lehet, hogy tényleg nem engednék nagyon meg mi. Jó, de? Oké, gyerekek. Tökéletes, srácok, meg vagyunk akkor a munkákkal, úgymond, a permetezés van hátra, hát ennek mindenképp kell az egy izé. Egy kis üzemanyag. Hm,
Gyerekek, a géppark, hallod? A géppark. Nem mondjátok, hogy nem autentikus, mármint nem régi gépek, azért vannak itt érdekességek. Figyelj, nézzük meg őket. Igen, ez egy Tom Combine, szörnyen durván néz ki. 1050K. V6-os engine, ahogy látom. Jó kis Zetó Krista, ő egy sor 6, ugye? És van egy sor 4-es, csodálatos M10-eink, gyönyörű. Nem a gyerekek, tök jó meg vagyunk, tök jó. Be vagyok lakva ide szépen. Nagyon le a nap, egy kicsit ellenfény van, de ja, szuper. Akkor következő részben aratás mindenképpen, addig mi, szerintem eljutunk. Össze fogjuk hamsterelni a izét, a fűjét. A tyúkunk az még mindig egy büdös tojás se toj. Egyébként, ja, jó, gyerekek, elbúcsúzom, mert rosszul a videó. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsomi!